Köszöntöm nézőinket, Sarkadi Krisztina vagyok, mutatom, milyen tartalommal készültünk a következő percekre. Fél évszázaddal ezelőtt alakult meg a városban a Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete. Nehéz éven vannak túl a tolnai Caritas csoport tagjai. A Dunaholtágok megmentéséért dolgoznak. Vírusos megbetegedések, egyre több gyermek kapja el a kórt. Fél évszázaddal ezelőtt alakult meg a városban a Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete. Az egykor még étkezési célra szánt szárnyasokkal is foglalkozó közösség tagjai közül ma már csak 10 hódolnak ennek a szenvedélynek. Mi 73. március 11-én 17 fővel alakultunk meg annak idején, és ez a létszám abban az időben elég szépen gyarapodott, úgyhogy a 80-as évek elejére már elértük a 40-es, sőt meghaladt egy évben a 40 főt is a létszámunk. Nem sokkal később országos húsgalambtenyésztési program indult, ez pedig nagy lendületet és sok-sok új tagot adott a Tolnai Egyesületnek. Majdnem az egész Tolna megyét sikerült beszervezni a galambhús termelésbe, amit hajnalba indult a szekszárdi kocsi Paksról, és ment lefele, mert Pécs alatt ott volt a Baromfi feldolgozó vállalat, cég, és azokkal meg tudtak egyezni abban, hogy végső fokon először 2 hetente egy napra délelőtre, utána, amikor gyarapodott a galamb, a húsgalamb létszám, akkor pedig hetente egyszer ők fogadták és ők dolgozták fel. Megpucolták, belső részeket kiszedték, és ez mind ment egy az egybe exportra. Olaszországba, Svájcba és Spanyolországba is bőven jutott a Tolna megyéből származó galambhúsból. Csak hogy néhány évvel később a korábbi 4 dolláros darabár helyett már csak 3-at akartak adni a felvevők. Ez pedig az üzlet lassú elhalását hozta magával. Ekkor pedig elkezdődött a galamb kiállítások időszaka. Minden évben, majdnem minden egyesület, úgy a miénk is, úgy méretteti meg magát e tekintetben, hogy kiállítást rendez, ahol a kiállításra, mielőtt megnyílna a kiállításra nagy közönség előtt, hivatásos bírálókat kérünk fel, azok megjönnek, és egyenként leminősítik, hogy mennyire felelnek meg a szakmai követelményeknek. Persze ezt megelőzően, legalábbis nálunk, a mi egyesületünknél, valamikor a korábbi években úgy csináltuk, hogy csütörtökön jöttek ezek a bírálók, előzetesen iskolákat, óvodákat meghívtuk, és akkor pénteken az övék volt az egész kiállítás. A gyerekek pedig, mint ahogyan az lenni szokott, imádták a ritkán látott szárnyasokat nézegetni. Szóval Tolnán rendszeressé váltak a galambkiállítások, sőt a városban az ország más részeiről érkező tenyésztők is bemutatkoztak. Környező, Kecskemét, Kiskörös, Kalocsa, Baja, Mohács, Barcs, Pécs, Villány, Nagykanizsa, Kaposvár, Székesfehérvár, Soroljan, Bátaszék, Bonyhád. Tehát ezekről a környező egyesületekhez, valahol olyan kapcsolat jött létre, hogy az szinte természetes, hogy na, jött a Tolnai Egyesület 5 fővel hozott 40 galambot, hát az minimum, hogy ennyivel mi is visszamegyünk, ha majd lesz az ő kiállításuk. És ebből mi alakul ki, hogy megint a másik oldalát nézem, hogy úgy mondjam, hogy komoly barátságok kötődnek, Ánó Kecskemét, vagy Nagykanizsa, vagy éppen Kaposvár. Szóval emberi kapcsolatok jönnek létre
galambtenyésztés, nem azt mondom, hogy következménye, mert nem jó szó, lehetőségei mellett. A galamb kiállítások aztán idővel még a szocializmus idején Tolnáról Szekszárdra költöztek, a régi piactér emeletére, és ebben a sors, vagyis inkább a szerencsekeze is benne volt. Elmentem Szekszárdra a városi, még akkor tanácsót, és megkérdeztem tőlük, hogy anyagi hozzájárulás alapján a szekszárdi piactérre lévő üveges területen téli időszakban rendezhetünk-e galambkiállítást. Elirányítottak egy arra a területre kinevezett vagy fölvett alkalmazotthoz, akiről kiderült, hogy nagy dorogi, galambjai is vannak, na, de jó helyre kerültem. Szóval a lényeg az, hogy vele beszéltem, nem messze van ugye a vár köz, lementünk oda is, megnéztük, elmondtam, hogy miről van szó. Azt mondta, hogy rendben van, legalább egy héttel előtte szóljak, hogy mikortól meddig vesztük igénybe. Ugye benne volt, meg nem tudom, lehet, hogy most is, tehát amire a ketreceket föl tudtuk rakni, ugye, az árusító asztalkák, úgyhogy nem kellett se széket, semmit, tehát magyarul csak össze kellett állítani, és egy gond volt, ami többletköltséget okozott, hogy innét Tolnáról, mert itt voltak ugye a Ketrec parkot, meg ami kellett voliereket a Baromfinak, egy teherautót kellett fogadni irány Szekszárd, még hétközben hagyján, de vasárnap délután már volt, aki eljött, de akkor megmondta, hogy akkor mibe kerül. Időközben a tolnai galambászok rendszeresen megfordultak Szekszárdon és Bogyiszlón is, sőt az évek alatt az egyesület elnöke bírálóképesítést is szerzett. Én úgy voltam vele annak idején, hogy Budapestről, a szövetségtől kértem bírálókat, és onnét is küldött Budapestről, tehát amikor először jöttek, van idegek voltak nekem is. Utána összebarátkoztunk, de ez nem jelentette azt, hogy bárkire is, hát kedvezményes hatása legyenek, vegyék figyelembe, hogy na szegény, hadd kapjon már valami díjat, ugye? Hát ennek nem sok értelmét láttam, ma sem látom végső fokon. Főleg akkor, amikor most ettől, ha eltérek, ketten voltunk valamikor 20 évvel ezelőtt, vagy még több is, Kalocsán volt bíráló-képző tanfolyam. Hát mi ketten bejelentkeztünk, elmentünk, vizsgát tettünk, és mi is jártunk. Tudomásukra jutott a környező egyesületeknek, környező, hát igaz, hogy a Barcs az nem környező, meg a Mohács se, meg a Pécs se, meg a Nagykanizsa se, meg a Kaposvár se, de hívtak utána minket is bírálni, és szerencsére, legalábbis úgy tűnt, mindenhol megfeleltünk, mert nem voltunk hajlandók ilyen kompromisszumokat kötni a munkár végzése során. A tolnai galambászok az elmúlt években már Kakasdon szerveznek kiállításokat, most pedig azon dolgoznak, hogy fiatalítani tudjanak a tagságukon. A legtöbben ugyanis már nyugdíjasok, és mindössze 10 vannak. Nehéz éven vannak túl a tolnai Caritas csoport tagjai. A koronavírus és a szomszédos Ukrajnában dúló háború is nehézségek elé állította az önkénteseket. Ettől függetlenül rengeteget segítettek másoknak. A céljuk pedig, hogy fiatalítani tudják a tagságukat. Minden hónapban, hát legalább 2 jönnek be az asszonyok ebbe a dermesztő idegben, mondjuk talán csak két órát bírnak ki itt benn, vagy még annyit se,
Tehát aztán így lesznek rendszerezve. Hiába a dermesztő hideg, a tolnai karitás csoport tagjai folyamatosan dolgoznak a hozzájuk befutó adományok szétosztásán. Ehhez pedig szépen összehajtogatott, ruhatípusonként válogatott raktárra van szükségük. Munka tehát bőven van, és nem volt ez másként 2022-ben sem. Az év elején a nagyon nagy segítségünkre volt a katolikus gimnázium gyerekekkel, tanárokkal, és a családsegítő központ pedig az ő segítségükkel tudtuk a csomagokat is, a húsvéti csomagokat kiszállítani a rászorulóknak. A közösséget főként idős emberek alkotják, ezért a koronavírus járvány idején némileg nehézkessé vált a jótékonysági tevékenység fenntartása, azt követően pedig a szomszédos Ukrajnában dúló háború is plusz feladatokat adott a civileknek. Nagy esemény zajlott ebben az évben. Ugye először is a mi folyamatos munkánk, tehát az élelmiszer és a ruhaosztás, és, illetve a gyűjtés, és a másik esemény pedig az ukrán háború, ukrán-orosz háború, aminek következtében ide is érkeztek ukrán menekültek, és ez egy újabb feladatot adott nekünk. 22-en voltak itt, de aztán mentek tovább. Maradtak tartósan egy fél évig heten, aztán most már csak egy ukrán menekült van itt a városban. Hát az ő támogatásuk, a segítségüket egy nagyon szép összefogással tudtuk megvalósítani, tehát a polgármesteri hatal, családsegítő és más egyéb általunk jól ismert civil szervezet, akik a más akciókban is közösen szokták a támogatásokat végezni. Ez velük együtt tudtuk tulajdonképpen az ukránoknak gyűjtést tartani, és 2 tonna élelmiszert, illetve takarókat tudtunk elküldeni az ukrán határra. Akik itt maradtak, azokat meg folyamatosan támogattuk. 280 élelmiszercsomagot tudtunk kiadni. Az azt jelenti, hogy 4365 kiló élelmiszert, és ez egy óriási dolog. De azon kívül mi kaptunk az országos karitásztól is, és a pécsi karitászon keresztül burgonyát, almát, kukoricakonzervet, bébiételt, véres cseppet, gyógyszert, tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, és ezt mind továbbítottuk a rászorulóinknak. Ruhaneműt is nagy mennyiségben, 1520 kilót osztottunk ki, és ezt havonta egy alkalommal, és alkalmanként, amikor jelezték, hogy nekik szükségük van, akkor tudtuk adni 7636 főt. Az, aki erre részesült. A ruhaadományok, a tartós élelmiszer és a használati cikkek folyamatosan jól jönnek felajánlásként, de ilyenkor télen, amikor a családok kiadása megnő, a rászorulóknak még több segítségre van szükségük. A csoport mindig nem tud itt tartózkodni, tehát havonta bejelentésre fogadjuk általában a ruhaadományokat. Gyűjtés is ruhából, és az osztás is minden hónapban egy szombati alkalommal van. Ekkor tudjuk a fiataloknak a segítségét igénybe venni, mert hétköznap dolgoznak, és ezért tevődött át ez az alkalom egy hétvégére. A karitás csoport önkéntesei az ünnepek előtt különösen sokat tesznek a helyi közösségért. Nem volt ez másként a tavalyi adventi... A karitás csoport önkéntesei az ünnepek előtt különösen sokat tesznek a helyi közösségért. Nem volt ez másként a tavalyi esztendő adventi időszakában sem. A karácsonyi gyűjtés a vártnál sokkal jobban sikerült, nagyon-nagyon boldogok voltunk. Gyerekek segítettek gimnazisták, és ezért azon kívül nagyon sok helyről kaptunk támogatást, adományt magánszemélyektől, aztán az országos karitás is segített ebben egy kicsit bennünket. Nagyon várták az emberek, mert ugye közbe lépett még ez a szegénység probléma is, ami sok esetben gondot okoz a családoknak is. Úgyhogy ezeknek folytán tudtunk örömet szerezni.
egyszer a karácsonyi csomagokkal, másrészt pedig a szeretett vendégséggel, ahol 40 rászorulót tudtunk, egyedülálló rászorulót tudtunk egy olyan karácsonyi élményben részesíteni, amely során egy finom ebédet kaptak, és utána pedig egy édességcsomaggal távozhattak. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, DeFerenc utca 5. Békés, meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi ügyfelünknek. Ne feledje, jövőre is a már megszokott magas minőségű szolgáltatásokkal és alacsony árakkal várja Önöket Tolnán az Antal Service Kft. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmákra. Szakirányú végzettséggel CNC forgácsolót, CNC gépkezelőt, lakatost egy és két műszakos munkarendbe. 8 általános iskolai végzettséggel betanított lakatost, betanított festőt, szerelőt, sorkezelőt, gépkezelőt, ahol a fémipari tapasztalat előnyt jelent. Felsőfokú végzettséggel termelés támogató mérnököt, nyelvtudással projektmenedzsert, beszerzőt, amit kínálunk pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költségtámogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrierkukac@fastron.co.hu e-mail címen, vagy a 74 540 315-ös, illetve a 0620 241 77 17-es telefonszámon. A Duna holtágainak megmentéséről tartottak szakmai megbeszélést Tolnán. Az eseményen részt vett Móring József Attila, a Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos is. Ő elmondta, hogy holtágak a térségben olyan jelentős szerepet töltenek be, hogy bízik benne, hogy a kormány támogatását is meg tudják szerezni azok megmentésére. A tolnai faddi és bogyiszlói Dunaholtágak rekonstrukciójáról fejlesztéséről egyeztettek szakemberek Tolnán az érintett települések polgármestereivel. A Pesofer Agnes szerint már a 24. órában vannak, ezért nagy öröm számára, hogy a megvalósítás felé vezető úton már gyorsabban haladnak. Egy tavaly elkészült tanulmányterv szerint 50 milliárd forintra lenne szükség a három holtág rehabilitációjára. Sok megkeresést részben volt, részben jelenlegi polgármesterekkel. Nagyon sokszor kezdeményeztünk beszélgetést erről a problémáról, és ugye az elmúlt évek során volt arra lehetőség, hogy valóban az a szakmai és a megvalósítás felé mutató irány egy kicsit felgyorsult. Ez nagy öröm számunkra, mert mi azon túl, mi politikusok és itt élők, azon túl, hogy szeretjük a holtágat, és látjuk, hogy nagy a baj, azon kívül szakmailag mi nyilván nem értünk hozzá. Itt jött képbe a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács, illetve annak a munkaszervezete, és itt
került gyakorlatilag sor arra, hogy egy nagyobb összeg került elkülönítésre a három holtág tekintetében a tanulmányterv elkészítésére. Ez a tavaly évben elkészült, és egy olyan nagyon rémisztő összeg jött össze, gyakorlatilag egy ilyen közel 50 milliárd forint körüli összeg az, amivel jelen áron a három holtág tekintetében a rehabilitáció megtörténhetne. Úgyhogy ez most nyilván nem áll rendelkezésünkre, úgyhogy ma arról esett szó, és nagyon örülök, hogy erről most szó esett, hogy mik azok a lépések, amiket először meg kell tennünk, és ígéretet kaptunk arra, hogy folyamatosan egyeztetünk, és folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, akár minisztériumi tárcáknál, akár pályázatoknál, uniós forrásokból, magyar forrásokból, hogy tudnánk ezeket a holtágakat megmenteni. Én nagyon boldogan vagyok házigazdája itt a Tolnai Városházára egy ilyen megbeszélésnek, de ennél sokkal nagyobb öröm az, hogy úgy tűnik, hogy a politika is ez mögé áll, és én nagyon remélem, hogy a közeli jövőben a tervezésre, a konkrét tervezésre, a tervek elkészítésére, távoli jövőben pedig a megvalósításra is lesz forrás. Bár 50 milliárd forintra lenne szükség a holtágak vízrendezéséhez, ez az összeg jelenleg nem áll rendelkezésre. A mostani megbeszélésnek az volt az egyik fő témája, hogy milyen prioritások mellett keressük meg azokat a forrás lehetőségeket, mind az Európai Uniós forrásokat érintően, mind a mezőgazdasági öntözéshez kapcsolódó források, vagy adott esetben turisztikai forrás lehetőségek, amelyek ráfűzhetők erre a nagy projektre, és beállítható időn belül meg kell, hogy valósítsuk ennek a három holtágnak a megnyugtató rendezését. Ez a mostani munkaértekezletnek, évnyitó munkaértekezletnek ez volt a fő témája, és hát ezt rendszeresen a következő hetekben, hónapokban a témában mindig össze fogunk ülni, és beszámolunk arról, hogy az adott időszakban ki milyen munkát tett abba bele annak érdekében, hogy ezeket a forrásokat, ezeket megszerezzük a három holtág megmentése érdekében. A megbeszélésen részt vett Móring József Attila, a Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos is, aki elmondta, sikerült egy elsőbségi sorrendet felállítaniuk. Néhány héttel ezelőtt, amikor a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség munkatársaival találkoztam, akkor fölmerült, hogy a térség egyik legnagyobb problémája a holtágak víz utánpótlása, és hogy ezzel az érintett települések külön-külön is, meg együtt is foglalkoznak, képviselő úrnak is van valami elképzelése, az ügynökségnek is, és jó lenne ezeket összehangolni, már csak azért is, mert hogy az ügynökségnek rendelkezésére áll mintegy 50 millió forint a további tervek, ami még a tervek összes terv elkészítéséhez is csak egy csekély rész, de mégiscsak jó lenne, hogyha ezt jól költenék el, és akkor úgy gondoltuk, hogy ültessük egy asztalhoz az érintett feleket, és találjuk meg a legjobb megoldást. Ez történt ma délelőtt. Azt gondolom, hogy sikerült egy prioritási sorrendet fölállítani, illetve már a fejlesztési ügynökség lépéseket tesz annak érdekében, hogy egy olyan költségtáblát elkészítsenek, hogy egy olyan forrásallokáció álljon rendelkezésünkre, aminek alapján a tervezéshez szükséges forrásokat a későbbiek során elő tudjuk teremteni. A Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy miután a holtágak a térségben ökológiai, turisztikai és öntözés szempontjából is jelentős szerepet töltenek be, bízik benne, hogy a kormány támogatását is meg tudják szerezni azok megmentéséért. Köhögés, láz és torokfájás lehet annak a vírusnak a szövődménye, ami felütötte fejét a kisgyermekek körében. Bágyadság és hőemelkedés a leggyakrabban előforduló tünet. A szakemberek szerint, amíg mindenki maszkot hordott, kevesebben fertőződtek meg. Köhögés, elhúzódó láz. Az elmúlt időszakban a legtöbben ezekkel az influenza-szerű tünetekkel keresték fel a tolnai házi orvost. Dr. Barna Györgyi azt mondja, volt olyan nap, hogy közel 100 beteget vizsgált meg. Decembertől kezdődően, január, február, még a március is ez nálunk abszolút a csúcs ilyen szempontból. Most óriási a forgalom, és nagyon sok a, inkább azt mondanám, hogy influenza-szerű. Tehát igazából se időnk, se lehetőségünk nincsen arra, hogy vírusvizsgálatokat végezzünk. Tehát az, hogy
hogy néhány influenzát kimutattak, az rendben van, ennél nyilván több van, de a tapasztalatom szerint, mintha egy picit változott volna az influenza lefolyása maga. Tehát ezek a klasszikus magaslázas, nagyon-nagyon köhögős, nagyon elesett állapotú betegek, egy picit, mintha nálunk legalábbis, mintha változtak volna. A köhögés az nagyon tipikus, a hosszú elhúzódó köhögés, viszont ezek a nagyon-nagyon magas tartós lázak, ezek nem annyira jellemzőek. Emellett, bár már nem olyan agresszív, még mindig jelen van a COVID, továbbá a légúti óriássejtes vírus is zajlik, ami alapvetően egy enyhe náthához meghüléshez hasonló megbetegedés. Úgy gondolom elhanyagolható a COVID, inkább ezek az influenza-szerűek. Vannak lázak, de nem tartós lázak, tehát egy lázkiugrás igazából, és aztán utána szépen szűnik. A köhögés. Az a nagyon tipikus panasz, a köhögés, elhúzódó köhögés, náthák is, ami úgy általában a felső légúti fertőzéseknél szokott lenni. A házi orvos szerint azért olyan magas a betegségek száma, mert amíg mindenki maszkot hordott, kevesebben fertőzöttek meg. Én biztos vagyok benne, hogy ezzel is összefügg, meg abban is biztos vagyok, hogy ezek a fertőzések is sokkal kevesebb, vagy kevésbé terjednének, hogyha hordanánk maszkot, úgy, hogy a COVID idején, biztos van szerepe. Meg hát ugye abban azt okolják igazából a fertőzések terjedésében, hogy például a gyerekeknél, hogy a COVID miatt izolált volt a csoport, a korcsoport, és hát most meg ki vannak téve a teljes fertőzési skálának. A szakember elmondta, hogy odafigyeléssel talán elkerülhetőek a megbetegedések, javasolja a tömegek kerülését, illetve a maszk használatát. Ezen kívül fontos, hogy sokat legyünk a friss levegőn, és mindenki fokozottan figyeljen oda a C és D vitamin pótlására. Mára a magam és kollégáim nevében is megköszönöm, hogy minket néztek, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!